Sziasztok! Ezen a héten ismét jelentkezünk, és most nézzük meg Attilával a CCR 2004-es mikrotikket. Hány darab port van ezen a CCR 2004-esen? Fizikailag 12 darab 10 gigás portunk van, és 2 darab 25 gigás portunk van. Erre elvileg utalnak itt a számok a routernek az elején, hogy XS-sel nevezik most már a 25 gigás portokat, ami a SFP28-as típusú optikai interfészeket tudunk beletenni, de meglepő módon ezek 10 gigaként is nagyon jól üzemelnek. Tehát 10 gigát és 25 gigát is 10 gigát és 25 gigát is támogat. Tehát adott esetben, ha nem akarunk 25 gigát használni, vagy a hálózatunkban nincsenek olyan részek, ahol 25 gigás interfészekkel rendelkeznénk, akkor használjuk egy egyszerű 14-10 gigaportos routernek. És processzor tekintetében? Váltás történt a CCR termék családban, erre utalt valószínűleg a kettes szám az elején, most már nem egyel kezdődik, hanem kettővel kezdődik, és a korábbi Tilera chipekről, System on chipekről átálltak az Annapurna Labs-nak a már máshol használt Alpine processzor sorozatára. A korábbi eszközök közül az 1100AX4-ben találunk ilyen Alpine processzort, illetve a 4011-es kisebb routerben, de ez egy kisebb testvére az itt lévő platformon chip megoldásnak. Ebben egy Alpine AL324-es platformon chip megoldásunk van, ami egy ARM64-es architektúrájú processzor, és a processzoron kívül még tartalmaz networking funkciókat, és ezért platformon chip megoldásként szerepel. És ebben a processzorban hány mag van, és milyen órajelen működik? Meglepő módon ebben kisebb magszámmal találkozunk, mint a Tilerás CCR-ekben, hiszen ott ugye akár 72 mag is lehetett a routerben, itt viszont az ARM magoknak a száma lényegesen kisebb, itt egy 4 magos processzorról beszélünk, relatív magas órajellel viszont, tehát a korábbi 1 GHz környéki CPU sebességek helyett itt most 1,7 GHz-el járó ARM 64-es magokat találhatunk, és azt teljes nyugalommal el is mondhatjuk, hogy ezek az egyedi ARM magok azok messze többet teljesítenek, mint az egyedi kis Tilera magok. A Tilera ennek a platformnak az forwarding erejét, az nyilván a nagy magszám adta. Itt kevesebb magból tudják elérni a hasonlóan magas performanciát. Tehát így összehasonlítás kép ez a CCR 2004-es olyan 4x-5x gyorsabb, mint a CCR 1009-es, ugye? Tehát körülbelül azt el lehet mondani. Ezt nyilván mérésekkel is megpróbáltuk igazolni, de talán először bontsuk szét ezt a dobozt. Nézzük, bontsuk szét! Semmi. Ez teljesen normális. Szóval, most, hogy szétszedtük ezt a terméket, és nem rázott meg minket, akkor nézzük meg, mik vannak benne. Attila, haladjunk nektek jobbról-balra. Hál' Istennek, rögtön 2 darab tápegységgel találkozunk, ami azt jelenti, hogy ez egy redundáns táppal ellátott router, és a router ugye képes a két táp között átkapcsolni. Gondolom a hasonló mikrotik stratégiával, mint eddig is tapasztaltjuk, hogy amelyiknek magasabb a feszültsége, az lesz az aktív tápegység. Tehát ezzel meg tudjuk oldani, hogyha két külön hálózati áramkörre csatlakozik az eszközünk, akkor az egyiknek a hibája esetén nem fog megállni. Ahogy megyünk, itt rögtön megüti a szemünket egy ilyen ventilátor dolog is. Kettő is van. Így van, a másik oldalon is van, de még van mellé egy ilyen helyes kis passzív hűtőborda, ami egy ilyen érdekes összképet ennek a routernek. Ahogy lehet látni, belőle egy egészen jó minőségű heatpipe-os hűtésünk van, tehát a System on Chip megoldásunk az megfelelő módon hűtve van. Annak ellenére, hogy ezt az eszközt elég jól meghajtottuk csomagokkal, nem volt tapasztalható szignifikáns melegedés itt a hűtőbordán. De a két ventilátornak ugye megvan a szerepe, hiszen itt, ha jobban megnézzük, itt az a 12 darab SFP, az adott esetben viszonylag nagy mennyiségű hőt tud termelni az eszközön belül, és ezt ki kell szellőztetni, illetve itt ez a kis hűtőborda alatt lapuló a passzív port extender, az, ami szinte újdonságként jelentkezik ennek a rendszernek az architektúrájában,
hogy valahogy megoldja azt, hogy a relatív nagy sávszélességű interfészekkel rendelkező CPU-nk, az mégis sok kisebb 10 gigás interfészt tud kiszolgálni. De ez melegszik is rendesen. Ez melegszik rendesen, feltételezhetően emiatt van benne a két darab ventilátor, hogy a belső terét, ugye a tápegység miatt termelt hőt, illetve ezoknak a komponenseknek a hőjét lecsökkentse. De ennek ellenére nagyon-nagyon halk volt az eszköz, tehát nem nagyon tapasztaltuk azt, hogy a ventilátorok magas fordulatú jártak volna, pedig sokszor milliós nagyságrendben forvadolták a kereteket meg a csomagokat. Még van még két darab. Így van, a két darab SFP28 is itt van, ami első ránézésre úgy néz ki, mintha nagyobb is lenne, mint a sima SFP28, de ahogy a dokumentáció írta, ez a form factor ez lényegében megegyezik, tehát minden további nélkül az SFP pluszos eszközeinket, ideértve azt mondjuk az aktív SFP pluszos dackábelt, beledughatjuk a 25 gigás portokba, és azok működnek. 10 gigás porttal is, meg egymás között is, természetesen 10 gigás sebességgel csak. Jelen pillanatban a Mikrotik termék portfóliójában nem találhatunk 25 gigás interfészeket, de feltételezzük, hogy ezek hamarosan megérkeznek. Ez magától érthetődő, hiszen ez az első SFP28-as interfészeket tartalmazó platform a Mikrotik portfólióban. Attila, nézzük meg a blokkdiagramot, hogy néz ki ennek a felépítése? Sokban nem tér el a blokkdiagramon látható a mennyiségű dolog, mint amit itt látunk bent is, tehát ugyanilyen lazára van tervezve mondhatni, minden a chip köré épül, van neki egy 1 gigás Ethernet portja, a szokásos a működéshez szükséges dolgok közvetlenül a chipen végződnek, és akkor itt van ez a kis passzív port extender, ami szintén a Marveltől származik, itt a puskázók a típusa az 98PX1012, ez egy nagyon aranyos készülék, ez tulajdonképpen egy oldalról tartalmaz egy darab 100 gigás interfészt, másik oldalról megtartalmaz 12 darab 10 gigás interfészt, és ráadásul ez konfigurálható is. Tehát lényegében attól függően, hogy a gyártó hogyan készíti az eszközét, ezt a 100 gigát ezt ő szeletelgetheti 2 darab 50 gigára, ha szeretné, vagy 4 darab 25 gigára, ha szeretné. A 10 gigákat meg lehet 10 gigaként prezentálni az ügyfél felé, vagy adott esetben 3 darab 40 gigaként is. Ilyen esetben nyilván nem egy 3 portos switchről beszélünk, akkor több ilyen port extender található benne. A Mikrotik itt valószínűleg azt valósította meg, hogy a port extenderből 2 darab 25 gigás kapcsolatot a CPU felé fordított ki, a másik 2 darab 25 gigás kapcsolatot pedig itt a 2 darab SFP28-os interfészen teszi elérhetővé. A 12 darab 10 gigát meg ugye nem kell megmagyarázni, hiszen azok ott találhatók a bordon. Ez volt az e-heti részünk. Jövő héten szerintem jelentkezünk újra. Nézzük meg ezt a CCR 2004-es terméket, hogy muzsikál, jó? Jó, persze. Jó ötlet. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!